Húza vona után végre megszületett a döntés, az oktatási törvény megfelel az alkotmányos előírásoknak. A jogszabályt Traian Băsescu államfő tegnap ki is hirdette. A törvénytervezet minden szinten szavatolja a kisebbségi nyelven való alap, illetve felső oktatást, ideértve a doktori szintű képzést és a további képzéseket is. A szakterületekre vonatkozóan pedig nem tartalmaz semmilyen korlátozást. Szintén fontos újítása a rendelkezésnek, hogy a törvényben a helyi közösségeknek beleszólási joga van az oktatáshoz kapcsolódó folyamatokba. Azt gondolom, hogy Csíkszeredában ennek a törvénynek a hatását, hogyha józanul és ténylegesen közösség bevonásával lesz alkalmaz a törvény ebben a városban, akkor hamarosan megérezzük. Én csak arra gondolok, hogy szakoktatás. Hogy a jelenleg a városban tanított szakoknak azt lehet mondani, hogy egy jól meghatározó része fölöslegesen van tanítva. Én viszont a tanügyi rendszer nem engedte, hogy ebben igazából beavatkozzunk, változtassunk, mindig tanügyi minisztérium engedélyeket megvalósítani. Most ezek feloldódnak, ez dinamikusabb lesz. Hogy gondolja a közösség, hogy szükség van 40, mondjuk egy filmiparban szükséges szakemberre, akkor lehet indítani ilyen szakosztályt, és nem többet, hanem 40 diákot is, hanem akkor lehet, hogy garantált a munkahelyre. Ezt mondtam egy példát, ami a tévészakmához közelít.